Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Ez továbbra is a Millás Reggeli. Tehát itt van velünk a stúdióban Kovács Botond, az OMV marketing Manager Retail Mobility and Convenience. És uh, arról beszélgettünk, vagy legalábbis ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy uh, ugye ez a Gourmet Selection bekerült a korábbi kínálatba, de hogy ez egyébként nem kanibalizálta a kínálatot? Mert ez, egy, ez mindig egy kérdés, hogy mi történik, hogy a megszokott kínálathoz képest ugye megjelenik-e az gur... a felsőbb kategóriás ö, ö, válogatás. Ugye itt van egy jó háromszoros ö, árkülönbség az alapszenücsek és a gurmé szenücsek között, ugye, hogyha jól számolom, vagy, vagy még több. És amikor ezt bevezetik ak akkor is itt lamentáltunk róla azon, hogy ez vajon megfizeti-e a közönség, de ezek szerint igen, mert hogy folyamatosan újak jönnek. Igen, ez működik, és, és nem, nem kanibalizálta az alsóbb sorozatot, hanem, hanem bejött fölé. Tehát most gyakorlatilag három szinten állnak ezek a szendvicsek, van a value, a premium és a gourmet. És mivel olyan alapanyagokkal dolgozunk, olyan ízeket tudunk nyújtani, ez nagyon szépen beállta a, a másik kettő kategória fölé. Egyébként tartottunk tőle mi is, de de működött. Hogyan lehet ezt mindig frissen tartani, mert ez már nagyon széles? És uh, tehát hogyan lehet azt elérni, hogy legyen mindig uh, friss, uh, meg hát nyilván ne legyen belőle se lehet, nem mindig jók ezek a szelleműcsök egyébként. Ezt erről tudsz mondani pár dolgot? Hát uh, csak annyit, hogy nehéz. Tehát, hogy be kell lőni a forgalmat. Nyilván minden egyes uh, töltőállomáson van egyfajta hullámzása a forgalomnak, ahogy az emberek uh -huh. reggel jönnek, délben bejönnek, este felé bejönnek. Uh, napközben ez, ez egy picit leül, figyelniük kell illetve a szendvisek összeállításánál az is egy szempont, hogy hogy milyen eltarthatósággal tervezzük meg őket. Uh -huh. Miért kell szelektálni a gourmet vonalon? Tehát az ember eh, drágább szendvicset lehet, hogy nem vesz eh, minden nap, vagy minden alkalommal, amikor mondjuk megáll, mert éppen valamit gyorsan be akar kapni, eh, aztán azt vesz észre, hogy valami bejött neki, hogy legközelebb már nincsen. Milyen gyakran rotálódnak, illetve miért fontos az, hogy változzanak kínálat? Um, mi azt tapasztaltuk, hogy szeretik a változatosságot, tehát az jó, hogyha ez cserélődik, nem mindig jó. Van olyan szendvics, amit amit nagyon sokszor visszatapsoltak nálunk, így aztán... Igen, ezt beszéltük hozzá. Az egyik... Az egyik kedvenc. Igen, említettem már a műsorban a kacsamájas tucost, úgyhogy igen, az... Örültem, hogy ismét lett. Tehát az, az bekerült például az alap mert mm. uh, hol briósba raktuk, hol kalácsba raktuk, hol ide hol oda. Mm. Mindig egy kicsit változott, de de tulajdonképpen mindig, mindig kér, kérték az emberek, hogy ez legyen, úgyhogy hogy ez az fixen van. Egyébként még egy ilyen szendvics volt, amit így mi csak házon belül Miheli szendvicnek uh, becézgettünk, az is bekerült az alapkínálatba. Azt egyébként a Norbi ötlete alapján raktuk össze. <laughs> Tehát ő Igen. volt a kiváltó, vagy ő Aha. adta a, 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 hozzá a az irányt, az egy ilyen olaszos vonal, de az is, az is fix lett. Aha, ez érdekes. Hát, amit még láttam változást, hogy sokkal jobban belettek csomagolva, ez Covid hatás volt? Tehát egy, egy, egyszerű kis csomagoló papírban voltak például a, az alap és most nagyon előre csomagolt le talán le is ragasztott verzióban. Akkor nem, csak 3/4 a... van. Három -nörgyedik? Tehát egy ilyen, hm. a, a vége az láttatja magát, hogy milyen, de pont a COVID miatt kellett, vagy nem is, hát igazából nem kellett, de döntöttünk úgy, hogy lecsomagoljuk a nagyobb biztonság érdekében. Uh -huh. És egy hallgató kérdez, hogy ebbe a vonalba tartozik az is, tehát hogy, hogy mennyire multifunkcionálisak lettek a kutak is, hogy ez a csomagátvevőhelyként is funkcionálnak. Ez például kinek a részéről jött erre az igény? Ottani cégek, az ügyfelek, vagy ti, mint OMV, akartátok még jobban szélesíteni a palettát? Hát ez egy összetettebb kérdés. Két oldalról jött. Egyrészt a a csomagküldő cégek oldaláról jött egy mm. igény. Nálunk eddig is lehetett csomagot átvenni. Most ezt próbáljuk automatizálni, így megjelennek a kúton kívül automata csomagátvevő helyek. Uh -huh. Amiről még beszéltünk korábban, az a kávé. A dolog, hogy az mennyire vonzó lehet, hogy egy kávéverseny alakult ki. Pár éve volt ez nagy téma, hogy sokan döntenek a kávé minősége, meg az árérték aránya alapján, akár arról is, hogy melyik kútnál állnak meg 5-10 percre. Hát igen, ez tényleg így is, van. Hát nézd, 25-30 km azért vannak benzinkutak. És és hogyha, hogyha azt mondod, hogy neked most nem tankolni kell megállni, ami most már. Nem tudom, másodlagos szempont lett? Vagy, vagy, vagy még mindig az az elsődleges szempont? Ö, maga a tankolás. Igen. Azért az elsődleges. Jó. Igen. Tehát a tankolás. Ha nem akarunk változunk. úgy járni, mint egyes híres rádiós műsorvezetők, de mindegy szó ezt most viccből. Tehát az a lényeg, hogy hogy tankolni kell, de, de azért most már tényleg lehet választani, mert, mert nem üres a tank, hogy, hogy hol állunk meg. Akkor utána jönnek azok a szempontok, amiket a Gábor is említett, esetleg egy kávé, milyen az a kávé, milyen ott a kínálat, ugye, milyen a hely, ahol megállunk. Tehát sok minden közre játszik. Igen, a kávé az egyébként, az már nagyon régóta alakul, vagy fontos, vagy, uh -huh. tehát hogy, hogy, hogy az, egy, az egy szempont volt. Ezért is volt, jöttek létre, egyébként Magyarországon az OMB-nél a bécsi kávézók, ha emlékeztek, még nagyon régen. Uh -huh. És az annyira sikeres volt, ez egy magyarországi ötlet volt a bécsi kávézó itthon, hogy azt átvette több ország is. É, és aztán végülis 2006-ban jött egy olyan igény, hogy hogy ezt egységesítsük, akkor alakult ki ez a Viva, Viva kávézó. Uh -huh és uh, utána vezettük be azt a kávét, amit egyébként csak nekünk gyártanak. Aha, tehát ez is külön olyannyira, Kész, hogy most már van egy single origin verzió is, tehát hogyha valaki, valaki gurméskedni akar, akkor uh, azt hiszem 70 kúton választhat vagy a single origin választja, vagy pedig a klasszikot. Aha. Aha. Ha, ha már, gurméskodunk, akkor, és itt említettem az alapanyagot, az honnan származik, ami, ami az összeállításban van? Tehát ezek a hazai cégeknek a, a, alapanyag, ők az alapanyagbeszállítók? Idén elsősorban hazai cégek, a, a felvágottak, és a, most éppen egy halas szendvicsünk van, a hal is magyarországi forrásból jön. De egyébként is együtt dolgozunk uh, KKV-kkal. Ezek kisebb, nagyobb konyhák. A, a menete egyébként úgy néz ki, hogy Eszter uh, kitalálja a szendvicset, hogy mi legyen benne, mi legyen a receptje. Ezt hosszasan egyeztetjük a, az adott konyhával, aki elkészítésük és ők szállítják be nekünk. Uh -huh. Oké. Okay. Hallgatók írják, hogy uh, a spároknak a beköltözése az egybeesett a vasárnapi zárra, vagy ez már korábban indult? hogy akkor volt, az adott egy nagy löketet annak, hogy kúthoz járjunk vásárolni, ugye? Ez így volt? Illetve mennyire dobta meg akkor konkrétan ezt a forgalmat? Nagyon. Tehát az egy... Az, az sokat segített. Nem, és hozzáteszem, ezt kevesen tudják, nem a vasárnapi bolzár volt a spárok indulásának az oka, ez egy egybeesés volt. Uh -huh. Mert annyira hamarott voltak, hogy azt nem lehetett, olyan, nem lehetett volna olyan gyorsan levezényelni, akkor ez egy szerencsés. Ez egy szerencsés egybeesés hát, volt. Igen. Tehát korábban volt a szerződés, elindult volna, és akkor bejött a Hát azért ezeket bolzár. meg kell építeni, létre kell hozni, tehát hogy... Uh -huh. Ez nem az egyik egy percre már. Viszont kaptak egy lórogásnyi löketet akkor, és akkor ezek szerint az azóta is tart legalább. Jó, úgy tehát tűnik. tart. Uh -huh. Tehát, hogy, az, hogy hogy be lehet vásárolni normálisan egy, egy töltőállomáson, azért ez az számít. Aha, ez egyébként egy milyen hosszú szerződés mondjuk a, a spárral, vagy hogy mennyire lehet ilyeneket kötni? Mert azért ez nem, nyilván nagy váltás lenne, hogyha mondjuk más lenne, meg azért össze is nőtt a két brand, ez hogy működik? Ha most szerződési részletek sokat a nem akarok mondani, az... de egy több éves szerződést kötöttünk velük. Igen. Uh -huh, tehát akkor ez még a következő időszakban nyilván akkor ez várhatóan így lesz. Uh -huh. Engem az érdekel, hogy van-e valahol, ahol meg tudom nézni esetleg, hogy melyik kutakon mi a kínálat, mert hogy uh, például itt a, a single selection vagy az, hogy hol, hol érhetők el és milyen uh, formában ezek a gurmé válogatás uh, szendvicsei például. Hát az omvhu fönt van, hogy hol érhető el a gurmi szelekció, az is fönt van, ha jól tudom, hogy hol érhető el a, a, a Single Origin, tehát ez megtalálható. Super! Hát kíváncsian várjuk a következő fejlesztéseket, hogy mi, mi, merre megy a, a piac, mi a trend, mi a következő? Mi az, ami a csőben van és el is árulhat? Egy jó úszoda nem lenne rossz, <laughs> vagy egy ilyen pancsi hely, ugye ilyen kánikulában, <laughs> szerintem az nagyon menne. Hát, ha ilyen jellegű fejlesztésekre gondoltak, akkor nyilván hosszú távon majd az elektromos töltések, töltőállomásoknak a, a megoldása az, ami előttünk áll. El. Boton, uh -huh. nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, kicsit beavattál a kulisszákba, hogy mi a, mi a helyzet, vagy a kulisszák mögé bevezettél minket, akár konyha technológiában is. Palágyi Eszter egyébként nem tudom, hogy szóltuk-e, hogy, hogy a, a csillagos Kostesz sépje volt, de hát nagyon sok helyen dolgozott, három Mistenszillagos, Zsol Robuson éttermében, úgyhogy hát ő egy, egy ilyen igazi ikon a szakmában. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad ezeket. További jó munkát szépen. Én napot. köszönöm a lehetőséget, szervusztok! Kovács Botondal beszélgettünk az OMV Retail Mobility and Convenience Marketing Managerével az elmúlt pár percben. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni. Nézd.